Köszöntöm a kedves nézőket, Önök az Univerzitás Televízió híradóját látják. 85 éves lett az Állam és Jogtudományi Kar, ebből az alkalomból több tudományos programot is rendeztek. De jubiláltak az egyetemi orvosnapok is, 40. alkalommal gyűltek össze az egykori hallgatók az általános orvostudományi karon. Eseménydús napok zajlottak az egyetemen, nézzük meg, miről lesz szó mai adásunkban. 85. születésnapját ünnepelte az Állam és Jogtudományi Kar. 40. alkalommal rendezték meg az egyetemi orvosnapokat. 85. születésnapját ünnepelte a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara. Az ünnepi ülésen kitüntetéseket és díjakat is átadtak a kar egykori oktatóinak és munkatársainak. A jubileumi rendezvényt programok sora előzte meg a karon. A szervezők arra törekedtek, hogy bemutassák a kar szerteágazó tudományos munkáját. A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara több rendezvényel ünnepelte 85. születésnapját. A Politika Tudományi és Társadalomelméleti Tanszék az Emberi Jogok és a Nyelvek címmel rendezett kerekasztal beszélgetést stílszerűen a dékáni tanácsterem kerekasztala mellett. A rendezvény előzménye volt az a 2005-ben Szegeden megrendezett hasonló témájú konferencia, mely kimondottan a szomszédos országokban vizsgálta a magyar nyelv használatához való jogot. Míg a szegedi konferencia a problémák feltérképezésére törekedett, a pécsi szimpózium főként elméleti, filozófiai és nemzetközi jogi megközelítésben vizsgálta a kérdéskört. A nyelvszabadság, mint elismerésre váró emberi jog kérdésének körüljárása kiemelt szerepet kapott a konferencián, ahol a neves egyetemi tanárok mellett alkotmánybírók is felszólaltak, és dr. Pacolai Péter, az alkotmánybíróság elnöke is részt vett a konferencián. A kar oktatóinak tudományos tevékenységét, tankönyvek, monográfiák, tanulmányok és más szakmai írások regisztrálásával a rendszeresen megjelenő bibliográfiák tükrözik. A jogi kar önállóan vagy kiadókkal együttműködve számos folyóiratot, sorozatot, periodikát és önálló kötetet jelentett meg, mind a tanulmányok segítése, mind a tudományos eredmények közzététele céljából. Idén már a második alkalommal rendezte meg a kar saját könyvbemutatóját, ahol igazán változatos témájú köteteket mutattak be a meghívott egyetemi tanárok, többek között dr. Trócsányi László alkotmánybíró is. A jogi kar 85 éves jubileumi ünnepsége keretében került sor a jogi asszisztensek első országos szakmai versenyére. A versenyre érkezett hallgatók és már végzett jogi asszisztensek számot adtak gyakorlati szakmai ismereteikről és kommunikációs probléma megoldó képességeikről is. A magyar képzési rendszerbe mindössze 8 éve integrált jogi asszisztens felsőfokú szakképzést nagy érdeklődés övezi mind a munkaerőpiac, mind a továbbtanulni vágyók körében. A hagyományteremtő cél a megrendezett versengésnek otthont adó jogi kar, és a szervező jogi asszisztensek Magyarországi Egyesülete is úgy véli, a verseny tovább növeli a szakma elismertségét és a jogi asszisztensek megbecsülését. A versengés két fordulóból állt, az írásbeli teszt kitöltése után a legjobbak szóban mutathatták meg rátermettségüket. Csókolom! Ügyvédnő, ön itt van, jaj, de nagyon örülök neki. Hát ez nagyszerű dolog. Pontosan egy ügybe, amiben ide az irodába jöttem, szeretnék egy meghatalmazást önnek csatolni. A versenyen második és harmadik helyen egyetemünk hallgatói végeztek. Ünnepi tudományos üléssel ünnepelte 85. születésnapját az Állam és Jogtudományi Kar. Dr. Berke Gyula dékán úr köszöntötte a szép számmal megjelent ünneplő közönséget, összefoglalva a kar történetét és fejlődését. Dékánként ugye készültem a ilyenkor szokásos ünnepi beszédre, és hát ebből az alkalomból egy kicsit volt alkalmam áttekinteni a kar történetét. És hát meg kell mondjam, meglehetősen változatos és fordulatos történet, nehézségekben és sikerekben egyaránt gazdag, de azért összességében a mai helyzetre is tekintettel úgy látom, hogy azért reménykeltőek a fejlemények, és én tényleg bízom abban, hogy szép évtizedek állnak még előttünk a eddigi tapasztalatok alapján. Azt tudom mondani, hogy ha nekem még alkalmam lesz részt venni a következő, mondjuk 5 év múlva sorra kerülő jubileumi ünnepségben, én nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy én azt várom, hogy a kar ugyanolyan módon, szinten és sikerekkel működjön, mint ahogy most, illetve hát tulajdonképpen az elmúlt 10 évben működik. Én bevallom őszintén, többet nem várok. Az is egy szép siker lenne, hogyha az eddig elért eredményeinket őrizni tudnánk.
Az ünnepi ülésen díjakat és kitüntetéseket is átadtak. A Kari Tanács a Pro Facultate Juridico Politica Universitatis Quinque Ecclesiensis érdemérem aranyfokozatát adományozta dr. Tamás Fi Józsefnek, a Baranya megyei bíróság nyugalmazott elnökének, több évtizedes oktatói és kutatói munkájáért. 1951-től 1992 februárig voltam igazságügyi szolgálatban. Én máshol nem dolgoztam. És majdnem minden posztot bejártam. Bírósági fogalmazótól megyei bíróság elnöki tisztségéig. Voltak nehéz időszakok, de valahogy azt fiatalabb korban éltük át, és így ma azokra sem gondolok olyan rossz szájízzel. Viszont hát ma összehasonlíthatatlanul jobba hallgattuk helyzete is. Ez örömmel tölt el. A Kari kitüntetés aranyfokozatát kapta dr. Gátos György, a Baranya megyei bíróság nyugalmazott elnök helyettese is, a Karon több mint 50 éven keresztül végzett lelkiismeretes munkájáért. Ezt az elismerést vehette át dr. Varga Koritár György is, a Baranya megyei főügyészség főügyésze, címzetes egyetemi docens, a KAR társadalmi tanácsának tagja is. A Kari kitüntetés aranyfokozatát kapta Senk János is, a Kari monográfiák és tankönyvek kiadásában közel 20 éve tevékenykedő kiadói tevékenységért, és dr. Kis Lászlóné, a KAR tanulmányi osztályának vezetője is, a KAR érdekében kifejtett közel 3 évtizedes munkájáért. A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara az ünnepi alkalomból 1 millió forint összdíjazású tudományos pályázatot írt ki, melyre a közelmúltban kiadott tudományos dolgozattal pályázhattak fiatal oktatók, akik az ünnepi eseményen vehették át a díjakat. A hallgatói önkormányzat 100 000 forint összdíjazású pályázatának díjazottjai is a rendezvényen vehették át a jutalmukat. Az ünnepi alkalmon levetítették azt a televíziónk által készített filmet is, melyet a Jogi Kar 85. születésnapjára készítettünk, összefoglalva a kar történetének fontosabb állomásait. A rendezvényen tudományos előadások is elhangzottak, témakörönként egy tapasztalt és egy fiatal oktató előadásában. A Jogi Kar 85. születésnapját sok érdeklődő ünnepelte együtt az elmúlt hetekben színes, tartalmas, emlékezetes programokkal. Jubiláltak az egyetemi orvosnapok. Már 40. alkalommal rendezték meg a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karán az egyetemi orvosnapok ünnepi ülését. A rendezvényen a Pro Facultate medicini emlékérmek mellett arany, gyémánt, vas és rubin diplomákat is átadtak. A Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara idén ünnepli 90. évfordulóját. A jubileumi alkalomról a 40. orvosnapokon is megemlékeztek. Levetítették a kar történetét összefoglaló televíziónk által készült kisfilmet a megjelenteknek. Az orvosnapok legfontosabb célja az egykori hallgatók közösségének összetartása, mondta a kardékánja. Az Erzsébet Tudományegyetemen Erzsébet napok voltak ugyanígy ősszel, tehát Erzsébet napkor. Gyakorlatilag azt kell mondani, hogy 90 éves tradíciója a karnak, hogy visszahívja a hallgatóit, azokat, akik 10-15 stb. Éve végeztek, és hát ugye nagy örömmel láttuk, hogy ott most volt 70 éve végzett is. Rendkívül fontos. Én azt hiszem, hogy az orvoskar a Pécsi Tudományegyetemen belül egyedülálló azzal, hogy egész története során mindig meg tudta tartani a volt tanítványokat. A 90 éves évfordulóval részben összefügg az új partnerségprogram meghirdetése, ami a kar egyik legfontosabb terve a közeljövőben. A regionalitás elvét én nagyon nagy mértékben preferálom és szeretem képviselni mindenhol. Tehát úgy éreztem, hogy a régióval, a régió társadalmi-gazdasági szereplőivel egy új viszonyt kell kialakítani. Mi ez az új viszony a mi részünkről? Mi föl tudunk ajánlani 27 év tapasztalatát az angol nyelvű képzésben, 5 év tapasztalatát a német nyelvű képzésben, azaz nem csak magyar, hanem idegen nyelvű képzésben is az országban a legnagyobb tapasztalatunk van. A tudástranszfer viszont mindenhol, minden munkahelyen, önkormányzatoknál egy fontos momentum. Egyre több helyen van szükség olyan szakértőkre, akik az egészségügyel, biológiával, környezettel kapcsolatos, akár anyagtudományokkal, fizikával kapcsolatos, azok biológiai vonatkozásával kapcsolatos területen szakértők, hiszen bármi legyen, az egy cipőgyár vagy egy önkormányzat beleütközik ilyen problémákba.
Ezeknek a gondoknak a megoldásához mi olyan szakértőket tudunk biztosítani, akik nem a irodalmat, a szakfolyóiratokat olvassák csak, hanem ezekbe a folyóiratokba, a szakma vezető folyóirataiba publikálnak. Ezért fontos a kapcsolatokért ez a nap. Ez az új partnerség program is pontosan ezt akarja, hogy korábban mi volt. Korábban egyéni kapcsolatok voltak, névre szólal XY meggyógyította Z-nek a fiát, feleségét vagy saját magát, ezért az a cég cserébe kicsit támogatta. Mi ezt egy egészen új, szélesebb alapokra, egy szervezetformára helyezzük ezzel az új partnerséggel. Ennek része a mai nap is, meg része a partnertalálkozók is, és egyéb egyetemi ünnepségek is. Az ünnepi ülésen az orvoskar Pro Facultate Medicini emlékérmet adományozott azoknak, akik a kar érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. A kitüntetés aranyfokozatát kapta dr. Kellermeier Miklós emeritus egyetemi tanár, a Laboratóriumi Medicina Intézet volt tanszékvezető professzora. A díj ezüst fokozatát kapta dr. Hollódi Katalin egyetemi docens, a gyermekgyógyászati klinika munkatársa. A Pro Facultate Medicini emlékérem ezüst fokozatát adományozta a kar dr. Jegesi Andrea egyetemi docensnek. A kitüntetés bronz fokozatát kapta dr. Melczer Attiláné vegyésztechnikus és Németh Lászlóné anesteziológus asszisztens, valamint Tölgyfa Margit klinikai laboratóriumi szakasszisztens. Az általános orvostudományi kar érdekében végzett kiváló munkájukért dékáni dicséretet vehetett át 4 kitüntetett. Az Árpádházi Szent Erzsébet emlékérmet a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora alapította 1995-ben a gyógyító egységek legkiemelkedőbb szakdolgozóinak elismerésére. Ebben az évben a kitüntetést Tesnerné Tahi Edit, a neurológiai klinika osztályvezető ápolója kapta. A kar arany, gyémánt, vas és rubin diplomát adományozott az egyetemen 50, 60, 65 és 70 éve orvosdiplomát szerzett kollégáknak. Olyan területen dolgoztam, ami a közegészség, egészségnevelés volt, úgyhogy itten az egyetemistáknak éppen a közegészségügyi stáciumorvosan keretében például előadásra is kértek föl, és tartottam előadást, és az intézettel is, a közegészségügyi Társadalmi Tudományi Intézettel rendszeres kapcsolatom is volt. Tehát nem szűnt meg azáltal a kapcsolat, hogy én itt befejeztem 1938-ban, végül is visszakerültem ugye az egyetem és az Alma Mater falai közé más formában és más jelleggel. Nem elég az embernek a saját szaktudományát elsajátítani. Az embernek távolabb kell nézni kulturálisan, a környezettel, mindazzal, ami körülötte fel, meg kell ismerkedni. Olvassanak az orvosra hallgatók, nagyon sok jó könyvben járjanak koncertekre, színházban, mindenféle. Bővítsék ezt, mert ez nem csupán saját maguk részére, de munkájukban is nagyon sok segítséget fog jelenteni. Az ünnepségen a Romhányi emlékérmet és a kiváló gyakorlatvezető címet is átadták, melyet a magas színvonalú oktatói munka elismeréseként titkos szavazáson ítélnek oda a hallgatók az arra érdemes oktatóknak. Szintén titkos szavazáson döntöttek a kiemelkedő teljesítménynyújtó intézeteknek és klinikáknak járó elismerő oklevelek átadásáról is. A legjobban oktató intézet idén az Orvosi Biológiai Intézet, az Anatómiai Intézet és a Patológiai Intézet lett. A legjobban oktató klinika címet a Neurológiai Klinika, a Fülorgégészeti Klinika és a 2. számú Belgyógyászati Klinika és Nefrológiai Centrum nyerte el. Az ünnepségen a köztársasági ösztöndíjban részesült hallgatókat is elismerték. Most rövid hírösszefoglalónk következik. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás Intézet sürgősségi ellátási tanszéke a Magyar Ápolástudományi Társasággal közös szervezésben sürgősségi napokat rendezett. A már harmadik alkalommal életre hívott rendezvény célja a szakmai fejlődés mellett az volt, hogy a mentőtiszt hallgatók megismerkedjenek a mentésben és a sürgősségi ellátásban dolgozó leendő kollégáikkal. Professzor dr. Bódis József, a kar dékánja elmondta, a már rendszeres rendezvénysorozattá vált pécsi sürgősségi napokkal olyan komoly szakmai fórumot sikerült létrehozni, mely a kart az egészségtudomány egyik központjává teszi. A dékán úr hangsúlyozta,
Minőségi előrelépést csak akkor lehet elérni, ha az emberek iránti elkötelezettséghez erős szakmai kötődés is társul. Éppen ezért a rendezvényen ezt követően szakmai előadásokat hallgathattak meg a résztvevők, például a légimentéssel, a vegyi felderítő csoport munkájával, vagy a nukleáris veszélyek elhárításának egészségügyi vonatkozásaival kapcsolatban. Mánfai György fotókiállítás adta a művészeti keretét annak a Magyarország és a Balkán kapcsolatát vizsgáló konferenciának, melyen tudományos, kulturális és interregionális kapcsolatokat vizsgáltak a meghívott előadók. Mánfai György fotóművész munkásságát a Duna Televízió elnöke Cselényi László méltatta, kiemelve a realisztikus ábrázolás szépségét a művész képeiben. Annyi remek fotó termel, hogy lassan őt és a munkáit is fotózni kell, mert együtt ő és a fotói már jelentős részét teszik ki az általa is folyamatosan gyarapított világnak. Mánfai György eddig már több mint 160 képet készített a Balkánról, most 92 újabb művel bővült a gyűjtemény. A kétnapos konferencián azok a véleményformáló, a Balkán és Pécs kapcsolatáról széles összefüggésben gondolkodni képes szakemberek, politikusok és kutatók vettek részt, akik különböző szakterületekről érkezve más és más nézőpontból világíthatták meg a Balkán és Pécs sajátos, izgalmas kapcsolatát. A Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi kara a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal közösen nemzetközi konferenciát szervezett azzal a céllal, hogy előmozdítsa a térségben a határokon átnyúló innovációs tevékenységet és annak piaci, marketinges alátámasztását. Dr. Rappai Gábor, a kar dékánja elmondta, a konferencia legfontosabb célja megvizsgálni, hogyan hasznosul mindaz, ami innovációs szinten kutatási eredményként megszületik. A tudományos rendezvényre 15 országból mintegy 180 résztvevő érkezett, és válaszokat kerestek többek között arra, hogyan lehetne közvetett módon segíteni az innovációs tevékenységgel a gazdasági fejlődést, hiszen az innováció nélkül nem lehetséges a gazdaság felzárkóztatása sem. Jelenleg Magyarországon a gyógyszeripar az, amely gazdaságban és a kutatás területén is jól áll, de hazánk még sokat tanulhat az innovációs fejlesztések területén is más államoktól. Új tanszék alakul a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karán. A komplementer medicina tanszék az Igazságügyi Orvostani Intézeten belül létesül majd. Ezzel kapcsolatban tárgyalt a Magyar Tudományos Akadémia székházában a japán-kínai delegáció a kar vezetőivel. Az új tanszéken olyan tudományosan megalapozott távol-keleti és egyéb orvoslások együttesével ismerkedhetnek meg a hallgatók a későbbiekben, melyek Nyugat-Európában is elfogadottak. A későbbiekben a tervek szerint önállóvá válhat az intézeten belül létesülő tanszék. A megbeszélésen workshop jelleggel előadásokat tartottak a neves kínai és japán szakemberek. A meghívott vendégek között volt a nagykövetség tudományos attaséja is. Ebből is látszik, hogy Kína számára kiemelten fontos az együttműködés. A Művelődés hete a tanulás ünnepén konferenciát rendezett a Pécsi Tudományegyetem felnőttképzési és emberi erőforrás fejlesztési kara. Az Együtt a felnőtt tanuló sikeréért című programon a résztvevők képzési tanácsadáson, valamint önismereti tréningen vehettek részt, és tájékozódhattak a régió felnőttképzési kínálatáról, valamint a munkaügyi központ támogatási lehetőségeiről is. Az Országos Programsorozat Pécsi rendezvényén szakmai fórumon osztották meg egymással elképzeléseiket a szakemberek, a hátrányos helyzetű felnőttek képzésbe való bevonásának lehetőségeiről és a felnőttképzés népszerűsítéséről. A prezentációk széles spektrumon járták be a tanulási kultúra területét, az előadók megvilágították a szakképzés és a munkaerőpiac összefüggéseit, az Európai Uniós munkavállalás lehetőségeit, és szó volt a Pécsi Regionális Képzőközpont rehabilitációs képzéseiről is. Az egészség megőrzése mindannyiunk közös feladata, de a magyar népegészségügy állapotát tekintve nem végezzük jól a közös munkát. A Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának testnevelési és sporttudományi intézete a fizikai aktivitás és életminőség címmel rendezett nemzetközi konferenciát, az életminőség javításának lehetőségeit is megvizsgálva. Dr. Gabriel Robert, az egyetem rektora köszöntötte a vendégeket, majd Dr. Geresdi István, a természettudományi kar dékánja nyitotta meg a kétnapos konferenciát, melyre még a tengeren túlról is érkeztek előadók. A nyitó előadást a Debreceni Egyetem professzorasszonya, Dr. Ádány Róza egyetemi tanár tartotta, áttekintve a magyar lakosság egészségi állapotát. Az előadások témái széles spektrumon mozogtak, a szakemberek vizsgálták többek között az életvitel és az életkor kapcsolatát, a lelki harmónia szerepét az egészség megőrzésben, vizsgálták a labdásportolók személyiségjegyeit és az integrált testnevelés órák megvalósulásának esélyeit is.
Az Öböl Együttműködési Tanács 6 tagországa részvételével rendezték meg Budapesten és több vidéki helyszínen a GCC Magyar Ifjúsági Találkozót. A Pécsre érkező delegációban 50 fiatal és 10 tagú magasrangú GCC delegált vett részt. A delegációt Ő Excellenciája Sheikh Saud bin Khaled Al Thani, az Ifjúsági Minisztérium funkcióját betöltő katari szervezetelnöke vezette. A Sheikh köszöntő beszédében háláját és örömét fejezte ki a vendéglátóknak, és elmondta, jó ötletnek tartja a kapcsolatépítés ezen formáját, hiszen ez akkor különösen alkalmas arra, hogy fogékonyak legyenek a fiatalok az új kultúrákra. Megújult teret kapott a játékra a JESZ. Az ünnepélyes átadón az egyetem rektora, dr. Gabriel Robert köszöntötte a vendégeket, és a karok támogatását megköszönve külön kiemelte. A sikeres beruházás igazi érdeme nem az egyetem vezetőségé. Az érdem azoké, akik végig szenvedték, végig tárgyalták, végig küzdötték, eltűrték, és majd mindannyian meglátjuk, hogy szép lett. Az Állam és Jogtudományi Kar dékánja dr. Berke Gyula külön üdvözölte az ünneplő közönséget. Az ő kötődése különleges az egyetemi színházhoz. Azt hiszem, hogy az egyik legrégebbi tanúja vagyok a János Egyetemi Színház küzdelmeinek és sikereinek, ugyanis én hát egy annak idején kelt megtisztelő felkérés nyomán a János Egyetemi Színház alapítványnak vagyok az egyik kurátora. A Janus Egyetemi Színház a felnőttképzési és emberi erőforrás fejlesztési karral helyileg szoros szimbiózisban működik évek óta. A kar dékánja dr. Koltai Dénes további támogatásáról biztosította a színházat, és sikeres munkát kívánt a társulatnak. A köszöntőket követően felment a vasfüggöny, az első látogatók pedig besétálhattak a Janus Egyetemi Színház megújult területére. A falakon az egykori és jelenlegi színjátszók előadások képei fogadták a vendégeket, felidézve a társulat 12 éves történetét. Most örömmel állunk itt, és tényleg megelégedettséggel, hiszen amit itt lehet látni, az gyönyörű, azt gondolom, és remélem bent is ugyanilyen gyönyörűségek lesznek még, és ezt ígérhetem a János Egyetemi Színház társulata nevében, hogy igyekszünk ehhez a helyhez méltóan dolgozni, és új, és jó előadásokat létrehozni. A megújult játszóhely 4 négyzetméterrel nagyobb az előzőnél. Nagy előnye, hogy a korábbi térrel ellentétben nem foglalja el oszlop a helyet. Vizes blokk és öltözők, valamint egy nagyobb műszaki helyiség teszi könnyebbé a színészek munkáját a következőkben. Az átalakult színház összegyetemi keretből valósult meg, a 4 hónapos átépítési munka eredményét már az Ármány és Szerelem című előadáson is megcsodálhatja a színház kedvelő közönség. Az 1956-os forradalom Magyarország népének a diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Az 52. évforduló alkalmából megemlékezést tartott egyetemünk a közgazdaságtudományi kar főbejáratánál. Az ünnepi műsort követően koszorúzási ceremónia következett. Elsőként az egyetem vezetése nevében koszorúztak, majd a karok képviselői helyezték el az emlékezés virágait, és koszorúztak a reprezentatív szakszervezetek, valamint az egyetemi hallgatói önkormányzat nevében is az ünnepi alkalmon. Kedves nézőink, Önök az Universitas Televízió híradóját látták. Aktuális és korábbi adásainkat megtalálják a www.univtv.pt.hu weboldalon, ugyanitt a Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő műsorunkat is megnézhetik. Tartsanak velünk 2 hét múlva is, viszontlátásra!